még mindig népszerűek a süteményéző fagylaltok. Idén is csatlakozott 60 a múzeumok éjszakájához. Még lehet jelentkezni a foci táborba. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a 60 televízió híradóját látják, Barna Boglárka vagyok, jönnek a részletek. A jó idő beköszöntével elindult a fagyi szezon 60-ban is. A hagyományosnak mondható ízvilágok mellett, mint csokoládé és vanília, olyan sütemények fagylalt verziója is megtalálható, mint a tiramisu, bécsi krémes, New York-i sajtorta, vagy az őrség zöld aranya. Az étel intoleranciával rendelkezők mindezek mellett egyre több íz közül választhatnak. A nagy melegben kicsik és nagyok egyik kedvelt hűsítő édessége a fagylalt. A hagyományosnak mondható csoki eper vanília hármason kívül olyan különlegességek is megtalálhatóak a kínálatban, mint a sárkánygyümölcs, sajtorta, rágógumi vagy az energiaital. Szeretem a Red Bullt, szeretem a citromot, és még a zöld almát is. De a kedvencem a citrom és a Red Bull. Egy pár éve volt, amikor ez a hupikék, törpikék és meg ilyen ízek voltak, és akkor azt is megkóstoltam, meg ilyenek. Azok annyira nem jöttek be, de kipróbálásra tök jó volt, tehát annyira megérte. Szeretem a gyümölcsös fagylaltokat, de az édes fagylaltokat például, mint a csoki, a csokis keksz. Hát igazából minden fagyit szeretek, és most úgy választottam ki, hogy eléggé, hát most meleg van, és inkább most gyümölcsöset akartam enni. Egy 60-i cukrászda üzletvezetője azt mondta, úgy válogatják össze a kínálatot, hogy összhangban legyen a gyümölcsös ízvilág a tejszín alapúakkal. Található a választékban továbbá tej, cukor és gluténmentes fagylalt. Kiszüllősi Szántó Nikoletta azt is hozzátette, olyan különleges ízekért, mint a pisztácia, sós karamell, piemonti mogyoró vagy a 2016-os ország tortájából készült őrség zöld aranya. Még Budapestről is érkeznek, hogy megkóstolják. Ugye, mivel ezek kézműves fagyik, semmiféle tartósítószert nem tartalmaznak, kizárólag természetes alapanyagból készülnek. Gyümölcsfagyjaink az 70-80%-os gyümölcstartalommal, a krémesebb fagyjaink pedig állati tejszínnel készülnek, és mandulaliszt, ez most az újítás. Tehát ezért rengeteg most a gluténmentes fagyink. A gombócos édesség mellett népszerű hűsítők még a jégkása és a limonádé is. 60 kulturális intézményei most is csatlakoztak a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. A Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumban különböző történelmi korokkal ismerkedhetnek a látogatók, a Hatvani Lajos Múzeumban pedig előadásokkal és koncertekkel várják a látogatókat. Mindemellett a Volánbusz egy körjáratot indít, melynek 60 is megállópontja lesz. Június 24-én ismét megrendezik a Múzeumok Éjszakáját, amiből 60 kulturális intézményei sem maradnak ki. Az elmúlt évhez hasonlóan a Vadászati Múzeumban izgalmas programokon vehetnek részt a látogatók, délután 6 órától egészen este 10-ig. Lakatos Anna, az intézmény igazgató helyettese elmondta, a rendezvényen az állandó kiállításokat is megtekinthetik az érdeklődők, valamint a vadászatról is többet tudhatnak meg. Idén a Múzeumok Éjszakája most már több mint 20 éves, és a fő tematikája az, hogy trendben vagyunk, így a Vadászati Múzeum is igyekezett csatlakozni a trendekhez. Ugye vannak időtálló és vannak folyamatosan változó trendek. A tematikának a lényege, hogy ezek a trendek, ezek a változások hogyan befolyásolták a kultúránkat. A vadászati kultúra alapvetően egy nagyon ősi etikai kódexsel rendelkezik, ami az évszázadok, évezredek során folyamatosan változott és alkalmazkodott a világnak a változásához. Így most idén ezt próbáljuk kiemelni a programjainkban. Este 6 órától este 9 óráig lézerlövészet bajnokság lesz, melynek az eredményhirdetése este 9:30-kor lesz. Két korcsoportban lehet majd nevezni. Lakatos Anna hozzátette, lesz tematikus tárlatvezetés, valamint a kastélykert történetét is ismertetik a látogatókkal. Továbbá a nagymarosi ütősök is fellépnek a díszteremben, akik komoly zenéket és mai trendi dalokat is játszanak majd. A Hatvani Lajos Múzeum is színes programokkal várja az érdeklődőket. Kökény Ferenc, az intézmény igazgatója kiemelte, délután 5 órától fogadják a látogatókat, majd koncerttel nyitják meg az eseményt. A tűz misztériumáról lesz előadás, a néprajzkutatón fogja tartani. A
könyvtárterembe. A könyvtárterembe még két program várható, szarmata ékszerekkel kapcsolatos játék, foglalkozás, amit a légészünk és a mozon pedagógusunk tart, azt követően is ez már 19 órától pedig Fekete Anita fog a Szent Iványéhez kapcsolódóan mesét olvasni, foglalkozást fog tartani gyermekeknek, közben a kiállításokat meg lehet nézni. Az udvaron a koncert után pedig lesz majd egy színdarab, Sobri Jóska legendája, utána szintén koncert, a Dávid Eszter és Csonka Fruzsina előadásában. A múzeumok éjszakáján az intézményekbe érkezők egy játékhoz is csatlakozhatnak, melynek sorsolását a Hatvani Lajos Múzeumban tartják az esemény zárásaként. A rendezvény ideje alatt egyetlen jeggyel mindkét intézmény és a cukorgyári emlékház is látogatható. Mindezek mellett idén a Volánbusz körjáratot indít, egy Ikarus 256-os autóbusszal, igazi retro utazásra hívják az embereket, melynek 60 is állomása. Július 3-án indul a foci tábor a Robert Bosch Elektronika Kft. És az FC 60 közös szervezésében. Az ötnapos turnusokra általános iskolás diákokat várnak, a programok között szerepel stadionlátogatás Budapesten, kirándulás a Mátrában, strandlátogatás, valamint változatos sportolási lehetőségek is várják majd a résztvevőket. Idén is megrendezi foci táborát a Robert Bosch Elektronika Kft. És az FC 60. Változatos programokkal várják az általános iskolás diákokat, hangsúlyozta az FC 60 edzője, az esemény főszervezője. Bárdos János hozzátette, a komoly háttérmunka eredményeként több budapesti stadionba is ellátogatnak majd. Puskás Aréna, a Fáy utcába, illetve az Újpesti Dózsának a pályáját látogatjuk meg. Szerencsénkre sikerült lerendezni, nem kevés háttérmunkával. Mellette labdarúgó foglalkozások vannak a gyerekeknek, kirándulások. A Mátrába szeretnénk eljutni az idén, strandolás van, és a klasszikus sorversenyek a záróba, illetve ennek megkoronázása az, amikor a gyerekek az edző kollégákkal fognak focizni, a tábor válogatott és az edző kollégáknak az összecsapása szokta zárni a rendezvényünket. Bárdos János azt is elmondta, hogy már szinte teljesen feltöltődtek a turnusok, így aki jelentkezni akar, annak nem sok ideje maradt. A táborról és a jelentkezés részleteiről bővebb információ található az FC 60 weboldalán. Az újhatvani római katolikus templomban vasárnap méltó emléket állítanak az elhurcolt újhatvani ferences szerzeteseknek. A 10.30-kor kezdődő szentmise után az emléktábla előtt koszorút helyeznek el, amely az elhurcolt ferences rendi papok és vasutas családtagok emlékét őrzi. Ismét lesz manufaktúra üvegfestő műhely július 1-én a Turai Bartók Béla művelődési házban reggel 9 órától délig. Az eseményen bárki készíthet falra vagy ablakba függeszthető üvegképeket. További információk a művelődési ház közösségi oldalán találhatók. 50. versenyéhez ért a Pitty Pank Darts Club. A szervezők várják az amatőröket és profikat egyaránt június 24-én szombaton délelőtt 10 órától a Petőfi Bányai Művelődési Házban. Nevezni június 23-áig lehet. Szerdán a napsütést már gyakrabban zavarhatják gomoly felhők, helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben 29 és 35 fok közé melegedhet a levegő. Csütörtökön napos időre számíthatunk, a csúcshőmérséklet 29 és 36 fok között alakulhat. Pénteken is még sokfelé kitarthat a kánikula, de egy közeledő hidegfront hatására már egyre nagyobb területen fordulhatnak elő záporok, zivatarok. Napközben 25-31 fokra számíthatunk.
Kedves nézőink, ezek voltak a legfrissebb híreink. Most a mesepercekben az Iciri Piciri című mesét hallgathatják meg a gyermekek, majd a kommentárban Nagyné Siraki Szilvia, a Hatvani Mozgáskorlátozottak Egyesületének elnöke lesz a vendég. Majd az élesztőben a kovászolásról lesz szó. Adásainkat visszanézhetik a 60 TV YouTube csatornáján és Facebook oldalán, híreinket pedig megtalálják a 60hirlap.hu weboldalon. Ha tehetik, maradjanak velünk. Viszontlátásra! Szekeres Erzsébet vagyok, és a Varázskapu óvoda, pedagógusa. Iciri-piciri. Ajjaj, hol volt, hol nem? Volt egyszer egy iciri-piciri házacska. Ott lakott egy iciri-piciri kismacska. Volt annak két iciri-piciri kisökre, rákaptak egy iciri-piciri kistökre. Csizmát húz az iciri-piciri kismacska, hová lett az iciri-piciri barmocska? Bejárja az iciri-piciri kiserdőt, nem leli az iciri-piciri tekergőt. Bejárja az iciri-piciri kaszálót, s nem leli az iciri-piciri kószálót. Rátalál egy iciri-piciri kistökre, bánatában iciri-picirit meglökte. Felfordult az iciri-piciri tököcske, benne a két iciri-piciri ökröcske. Megörült két iciri-piciri ökrének, vége van az iciri-piciri mesének. Kedves nézőink, kedd este van, ez pedig itt a kommentár, melyben a Szklerózis Multiplex Egyesület napjáról, a 60 és környéke mozgáskorlátozottainak egyesületéről, tehát sok mindenről szó lesz, főleg az elmúlt időszakról. Itt van mindkét szervezetnek velem az elnöke, Nagyné Siraki Szilvia, akit köszöntök. Szia Szilvike! Üdvözöllek, szervusz! És akkor időrendben, ha haladunk, akkor nagyon sok mindent tudunk mondani, de kezdjük talán az élelmiszergyűjtéssel. Az élelmiszergyűjtés kiknek a javára, hogyan fogtok össze, hogy csináljátok ezt? Mi történt itt? Hát az Észak-Magyarországi SM Egyesület szerződésben áll, pályázaton nyertük a lehetőséget a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel, ami ugye egy országos lefedettséget ad, és lehetőséget biztosít arra, hogy mi most már áprilistól két 60-i áruházból vihetjük el az előző este megmaradt zöldségféléjét, húsáruját, pékáruját, és ezt tudjuk szétosztani. Ez egy ilyen napi elfoglaltságot jelent, illetve május elején két napon keresztül gyűjthettünk tartós adományokat az egyik 60-i nagyáruházban. Reményen felül sikerült a gyűjtés, nagyon-nagyon sok jó emberrel, adakozó emberrel találkoztunk, és ezt is szét tudtuk osztani.
Ugye eddig tudtunk osztani, vagy tudtunk segíteni más hatvani szervezeteket is, most is segítünk, amikor nagyobb mennyiséget kapunk, de egyre inkább csak a mozgáskorlátozott, illetve az SM Egyesület tagjainak tudunk nyújtani. Hát érezzük, vagy ők is érzik a gazdasági válságot, a nehézségeket. Tehát nagyon-nagyon kiszolgáltatott területről beszélünk, akiknek az állapotuk sem egyszerű. Vannak középsúlyos, enyhén súlyos és nagyon súlyos kategóriájú taktársaitok, akik tényleg nagyobb odafigyelést igényelnek, és akkor itt már rátérhetünk arra, hogy nem régen jöttél haza, mert hogy a múlt héten 80 embert vittél Berekfürdőre, és volt itt évelején a városnak egy nagyszabású újévi hangversenye, amelynek nyilván van szerepe ebben az ügyben. Beszéljünk erről az elmúlt hétről, hogy telt, és hogy mit lehet tudni ennek a újévi koncertnek a hátteréről. Hát ugye az előző években körülbelül 60 vagy 50 embert tudtunk elvinni egy berekfürdői rehabilitációra. Most köszönhető az újévi koncertből kapott adománynak is, 80 fővel voltunk ott, két épületet foglaltunk el, és ami ebbe a számomra is nagyon-nagyon kellemes, hogy 20 olyan ember volt, akik még soha nem voltak ott, akik nem engedhették meg maguknak ezt, hogy azt a nagyon kedvezményes részvételi díjhoz is hozzájáruljanak. Csodálatos hetünk volt, nagyon fárasztó már akinek, de a legtöbbnek azért nagyon-nagyon pihentető. Nagyon súlyos. Kaptatok kezeléseket is? Igen. Igénybe lehetett venni? Igen, a gyógyfürdő területén is igénybe lehetett venni a kezeléseket, amit mi egyesületi dolgozók rendeztünk előre, hogy az orvosi beutalók meg legyenek, a kezelések is ki legyenek írva, illetve külön masszőrünk volt bent a Megbékélés háza területén, aki tényleg nagyon-nagyon odafigyelt a különböző betegségekre, vagy pedig az állapotokra. Ezen kívül relaxációkat, minden nap két relaxáció volt, amit tudtunk. Azért volt egy ismerkedési estünk, összejövetelek, egy gyönyörű kápolnája van a Megbékélés házának, ahova mindenki elvonulhatott egy kicsit elmélkedni, egy kicsit elcsendesülni, illetve hát ugye ott rengeteg játék, szabadtéri, beltéri van, és hát ugye a gyógyfürdőnek a jótékony hatásait is lehetett használni. Ugye te nem egy ilyen nyári programot, hanem többet is szervezel, vagy felügyelsz, vagy rajta van a szemed a pályán nyárra, mi van még? Hát ugye május elején volt egy ötnapos nyíregyházi SM centrumba egy rehabilitáció, az kifejezetten SM centrum, ahol az SM betegeknek speciális kezeléseket tudnak adni. Ez igen, itt csak az SM betegek voltak. Ugye most volt a Berekfürdő, illetve közben volt egy SM világnap, amit Székesfehérváron került megrendezésre, előadásokkal, találkoztunk ott régi SM betegekkel, vagy az ország különböző pontjain élőkkel. Nagyon jó, csak mondjuk ez messze volt. Tehát ide kevesebben tudtunk elmenni. Jó már a technika, mert azért így el tudjuk juttatni azokhoz is az ott történteket, az előadásokat, a felvételeket, akik azért már otthon vannak, ágyhoz vannak kötve, illetve nem tudnak bevállalni ilyen utat. Most júliusban Hajdúnánásra van egy négy éjszakás pihenés, itt is gyógykezeléseket lehet felvenni, tehát mindig igyekszünk úgy megszervezni a programjainkat, bocsánat, hogy legyen benne gyógykezelés is, legyen benne egy kis csapatépítés is, egy kis közösségi élet is, mert erre van szükségük az embereknek, mi így érezzük. Aztán még van hátra egy bogácsi
pihenésünk, illetve mi szoros kapcsolatban állunk a szlovákiai Rimaszombati SM Egyesülettel. Ővelük minden évben szoktunk találkozni. Ők is jönnek hozzánk, mi is, és szeptemberben 3 napra megyünk Rimaszombatba is, ahol tényleg az ottani csapat, a mi csapatunkkal tapasztalatot tud cserélni. Ugye te itt említetted, hogy melyik régiónak vagy az elnöke. Beszélgetünk szinte minden évben. Az, hogy ez a betegség nem válogat, ezt tudjuk. Azt is, hogy 1000 arcú. Tehát kinek hogy jelentkezik, kinek hogy tombol, kinek hogy jön, kinek hogy megy, de gyakorlatilag gyógyíthatatlan, még mindig itt tart. Te is sajnos ennek az elszenvedője vagy, és vállalod ezt a fizikai megterhelést. Igénybe vesz nagyon egyébként, mert hogy ilyen betegként is akár nem egyszerű ezt biztos szívügyenként kezelni, meg a feladatot bonyolítani. Nagyon igénybe vesz, és most már egy kicsit lassítanom kellene, én így érzem. Nem tudom még megtenni. Tehát amíg én mozgok, én úgy érzem, hogy nekem ezt csinálnom kell. Nem külső emberek részéről, ez valahogy belülről jön. Szeretem csinálni. Elkeserít, amikor olyan állapotban látnak, amikor hogy nem kellene, és ez sajnos most Berekfürdőn is előfordult, mert egyébként elbújok olyankor a külvilág elől, és szerencsére egy olyan szervezetem van, hogy azért én elég hamar tudok rehabilitálódni. Tehát regenerálódsz viszonylag gyorsan. Hát igen. Most is segített azért egy kicsit egy masszőr, segítettek különböző ugye, fájdalomcsillapító krémek, tehát ez van. Egyébként a tagok létszáma ezen a területen, itt a te elnökséged alatt, vagy irányításod alatt? Sokan vagyunk, 150 fölött vagyunk az SM betegek, ugye ez Észak-Magyarország. Én itt szeretném megragadni egyébként az alkalmat arra is, hogy az környékben lakó 60-i SM betegek, sokról tudok, tartom is velük a kapcsolatot, de szeretnék velük szorosabb kapcsolatban, mert... Hát nem tagjai a szervezetnek? Nem tagjai a szervezetnek. Na most ez nem jelent semmit, mert akár a mozgáskorlátozott egyesületnél, akár az SM egyesületnél bárkinek szívesen segítünk, ha tudunk. Tehát ez az csak egy odatartozás. Tehát azért mondjuk, hogyha egy ilyen rendezvény van, akkor nyilvánvaló, hogy a tagjainkat előnyben részesítjük. De összesen ennyi, és én nagyon szeretném, hogyha ővelük egy komolyabb, szorosabb kapcsolat alakulna ki, mert én úgy érzem, hogy azért akár információkkal, akár mint 38 éve SM betegként élő ember, sokat tudnék segíteni. Tehát akkor fordulhatnak hozzátok bizalommal, vagy keressenek meg, mi a konkrét kívánság? Akár telefonon, bármilyen úton, módon. Megkeresik, rákeresnek a nevemre, biztos, hogy kiadja, és én soha senkit nem utasítok el, tehát maximálisan igyekszem én is, de itt a mozgáskorlátozott egyesületnél is olyan kollektíva van, olyan empatikus emberek, dolgozók vannak, akik nagyon szívesen segítenek. Jó, beszéljünk már még erről a részről is, jó? Tehát most volt a szklerózis, elmondtad az SM napot is, beszéltünk Berekfürdőről is, most beszéljünk konkrétan a 60 és környéke mozgáskorlátozott egyesületről. Hát több ellenőrzés, tehát egy nagyon nehéz májuson vagyunk túl, 3 nagy ellenőrzéssel, pályázatokkal, rengeteg képzéssel. Szerencsére mindent simán átugrottunk, de hát ehhez kellett az, hogy a 10 dolgozóval működő egyesület minden egyes tagja oda tegye magát. Én nagyon büszke vagyok rájuk is, mert ezt egy ember, két ember nem tudná megoldani. Nagyon sok tagunk van, egyre több tagunk van, ami ugye köszönhető az élelmiszer adományosztásnak is, mert természetes, mindenkinek pénzből kell megélni, mindenkinek megvannak a nehézségei, de ugyanakkor jogilag is, a jogi dolgokban is tudunk segíteni, bár ott egyre inkább bekorlátoznak bennünket, mert sok mindent kivettek a kezünkbe, akár a parkolási igazolványoknak a
kiadása, akár a lakásakadálymentesítés, akár a fellebbezések, hogy megszűntek, ugye csak bírósághoz lehet fordulni, de azért én úgy érzem, hogy igazán oda tudjuk tenni magunkat, ahogy, és ez megint a dolgozókat is minősíti, hogy mi nagypénteken adományt osztottunk, pünkösdkor adományt osztottunk, május 1-én adományt osztottunk, pedig hát ez nem kötelező. Rengeteg munka van ezzel. Szilvike, a 60 és környéke mozgáskorlátozottak egyesületének a tagsági száma mennyi? Hát most csökkent, nagyon sokat csökkent, mert rengeteg idős ember távozott el közülünk. 1120 valamennyi. Azért nagyon sok, egy kisebb település. Igen. És igazából nem csak ezeket az embereket kell számolni, hanem a családjukat. Mert azért van olyan tagunk, ahol ugye mind a két tag, akár férfeleség, vagy férj és gyermek a tagunk, de azért azokból a javakból is, meg nehézségekből is az egész család részesül, ők is elszenvedői. Tehát amikor mi adományt is osztunk, akkor nem az van, hogy adunk egy tagnak, hanem adunk egy családnak. És odafigyelünk rá, hogy az a család héttagú, vagy egyedülálló esetleg. Hát azért ez óriási feladat. Hát, nagyon kemény munka. Nagyon kemény munka. Annyi most egy kis reményre ad okot, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala volt az egyik ellenőrünk, aki volt, és azt mondták, hogy emberfeletti munkát végzünk. És hát ezt elmondani is, meg hallgatni is az igen, a vélemény. És ők edzőkönyvbe vették, hogy javasolják, hogy ha nehézségek ellenére plusz létszámot adjanak nekünk. Hát beadtuk az igényt, úgyhogy június vége, július elején várható, mert azért az egyesületnél is megváltozott munkaképességűek dolgoznak. És pályázni tudtok? Bárhol? Tehát akár az SM, akár ez? Természetesen is elég jó eredménnyel pályázunk is. Most van bent? Igen, és éppen most még itt a felvételre vártam, már lapoztam, mert már a FOF pályázat megjelent, és már elindult az agyam, hogy mit is lehetne, hogy lehetne, de hát azért ugye mi az önkormányzatoktól, Miskolcváros önkormányzattól, ugye az SM Egyesület, 60-ból kap, mind a két egyesület kaptunk szerencsére, ők is elismerik a munkánkat, a NEA pályázatok is futnak, illetve sok cég is, nem sok, de egy jó pár cég is támogat bennünket, mert mi nagyon szigorúan veszük az elszámolást. Tehát hát az utolsó fillérrel, és látják, hogy arra fordítjuk, úgy fordítjuk, és az én mögöttünk állnak. Hát Szilvike, ehhez az erőn felüli munkához nem csak jó egészséget kívánok, hanem minden energiát, amire csak meg tudsz mozgatni, mert példaértékű, és köszönjük a munkátokat. Nagyon szépen köszönjük, ránk fér a segítség és a jó kívánság. Kedves nézőinknek pedig a figyelmet köszönöm, legközelebb kommentárral csütörtökön jelentkezünk, amikor majd a múzeumok éjszakájának részletes programjairól hallhatnak. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! A mai napon a Liliomház főzőiskolába látogattunk el, hogy megtudjuk a nyári tartósítási eljárások közül az igazi kovászolás titkát. Szia Orsi! Szia Bogi! Köszöntöm a kedves nézőket! A kovászolás nagyon régóta, ősidők óta fontos szerepet tölt be az emberiség táplálkozásában, azonban kovászolni nem csak uborkát lehet.
Igen, szeretném most nektek bemutatni, hogy hogyan tudjuk a kertben elsőként megjelenő gyakorlatilag zöldségeinket felhasználni, illetve nem csak zöldségeket lehet kovászolni, hanem bármilyen olyan növény, aminek cukor és keményítő tartalma van. A kabakosakat szoktuk ugye kovászolni, és amit bemutatnánk, az egy görögdinnye héj lenne. Ugye megesszük a gyümölcsöt, aztán a héját sem kell eldobni, mert nagyon finom savanyúság készülhet belőle. Lássuk akkor, hogy fogunk neki. Először is raktunk föl egy edénybe vizet, ugye csirátlanítani fogjuk, ezáltal forraljuk a vizet, amiben föloldunk egy evőkanálsót, és azt el is fogjuk zárni majd. Ennek az a jelentősége, hogy ki kell hűlnie. Durván 1 liter vízhez egy evőkanálsót rakunk, ebben most nekünk 2 liter vízünk van, tehát 2 evőkanálsó, ez olyan 2-3 deka körül van egy evőkanálsó. Elkeverjük benne, ugye könnyebben föloldódik a forró vízbe, és ezt el is fogjuk zárni majd utána, mert ki kell hűtenünk. Miért jó egyébként kovászolt zöldségeket fogyasztani? A kovászolás, mint eljárás maga egy nagyon egészséges folyamat. Én közben elkezdem rakni nálunk, a fokhagyma az nagy szerepet játszik a savanyításban, nagyon szereti a család, és ő is nagyon egészséges. És a kovászolás is azért egészséges, mert nincsen benne tartósítószer. Én úgy tanultam a nagymamámtól, hogy mindig levágjuk az uborka végét, itt már készítettem nektek, illetve bevágjuk a végeit. Ez azért fontos, mert az első uborkáknál, amik vannak, még lehet, hogy egy kicsit keserű, két oldalról így bevágjuk, és ilyenkor meg lehet kóstolni. Ugye ez nem kőbe vésett, nálunk ez az eljárás szokott lenni a családban. Van, aki csak megszúrja az uborkát, így könnyebb mondjuk eltörni, jobban lehet osztani, szerintem nem kell vágni, hogyha kiveszünk egy ubit belőle. Teszünk bele kaprot, ezek is itt el vannak készítve, megmostuk alaposan, megszárítottuk őket, és akkor elkezdjük szépen sorba rakni az ubit. Kabakos növényeket célszerű kovászolnunk, ugye ilyen az uborka, a dinnye, bármilyen tökfélét, cukkinit, patiszont rakhatunk, érdemes kísérletezni velük, kipróbálni őket, mert nagyon finomak és egészséges. Gyakorlatilag megmarad a vitamin tartalma a zöldségeknek, ugye nem kap semmiféle hőkezelést, és ezáltal minden vitamin benne fog maradni. Igen, és akkor ezáltal például egy pillangós virágú növénynél is sokkal emészthetőbbé válik. Igen, igen, egyértelműen, és szerintem egy igazán jó savanyúság, ami nem tartalmaz cukrot. És ez nagyon fontos, ugye általában a télire eltett savanyúkban azokban nagy rész cukor is szokott lenni, édeskések. Ő egy olyan savanyú, ami valóban savanyú. Nem fontos nekünk a kovászos uborkánk levét sem például kiönteni, mert bármikor fel tudjuk használni még a levet is a későbbiekben. Egyébként maga a leve is nagyon egészséges. Mire használhatjuk fel a levét? Leveseket főzhetünk belőle, amit majd meg is fogunk nektek mutatni. Most egy kicsit dolgozom még itt a dinnyével, van, ami már elő van készítve. Ugye a dinnyét célszerű megmosni, amikor megvásároljuk, úgy tárolni, illetve hát ilyenkor is át lehet még mosni. És akkor egyszerűen csak feldaraboljuk a héját, és egy kicsit ilyen szeretem meghámozni, mert azért sokkal könnyebben lehet úgy fogyasztani. Hogy néz ki a kovászolás folyamata? Mennyi idő szükséges hozzá? Milyen hőmérsékleten történik, vagy zajlik ez a folyamat? A kovászolásnak a legfontosabb szerepe három elemből tevődik össze. Ez a hő, a fény és a levegő, amiből kovászolni tudunk. Nagyon fontos, hogy mindig vadkovász tartalmú kenyeret használjunk a kovászoláshoz, ettől tudnak beindulni azok a folyamatok, amitől gyakorlatilag kovászos uborkán keletkezik. Tehát a sima fehér kenyeret azt, ami nem vadkovásszal készült, én nem javasolnám. Igen. 3-4 nap alatt fog elkészülni az uborkánk. Igen. Egy kicsit zavarossá fog válni a levünk, ugye a kovásztól, ahogy elindulnak ezek a folyamatok, akkor levesszük róla a kenyeret,
és akkor még egy-két napot hagyjuk, hogy abban a lében érlelődjön, ugye ki mennyire szereti savanyúan. Ha kivettük a kenyeret belőle, szükséges a kovászlé átszűrése? Igen, mindenképpen meg kell, hogy szűrjük a kovászolt levünket, mert hogyha marad még benne ebből a kovászos kenyérből, akkor ugye tovább fog érni, és túl savanyúthat, vagy túl érhet az uborkánk, elpuhulhat, ha túl sokáig lesz kint. Az edényünkbe leszűrjük a levét, és szépen visszapakoljuk az uborkát, ráöntjük a leszűrt levet, és mehet be a hűtőbe. Mennyi ideig áll el így a kovászolt uborka vagy zöldség a hűtőben? Ugye tartósítószert nem tartalmaz, de hogyha hidegre tesszük, akkor mindenképpen tovább el fog állni. Én azért azt javaslom, hogy célszerűbb minél hamarabb elfogyasztani. Tehát egy-két héten belül azért érdemes elfogyasztani. És akkor teszünk rá kenyeret, és fel fogjuk majd önteni a hideg levünkkel, de előbb megmutatom neked, hogy nem csak uborkát és dinnyét tudunk, hanem egy nagyon klassz zöldbabot fogok most mutatni még, amiből egy savanyú zöldbab levest lehet készíteni, és én nagyon merem ajánlani mindenkinek, dísznek is, illetve ízelítésre is. Aki szereti az erőset, ez egy chili paprika, de szerintem nagyon klasszul dekorál is. És ugyanúgy elkezdjük rakni, ide majd közé fogunk tenni. Vegyíteni fogjuk a két szint? Igen, egyszerre rakom a zöld és a sárga hüvelyűt. Ugye ez olyan klassz kis nyári, színes kavalkád lesz a hüvelyben, így van. És savanyúnak is lehet bármikor fogyasztani, télire is érdemes szerintem elrakni zöld babot is üvegben, de például ezt levesnek ajánlanám kifejezetten, savanyú zöld bab levesnek. Ugyanazzal az eljárással fog készülni, mint ahogy az uborkán készült, csak ez zöld bab. A zöld babot, ahogyan például egy főzeléknek is úgy készítjük elő, levágjuk a két végét, megmossuk egy picit, és gyakorlatilag ennyi a dolog. Ide hát ez nem igazán kell. Nem ördöngős. Nem kell blansírozzunk. Itt a zöld és a sárga együtt, teszünk bele még egy kis répát, és egy színes kis ételt tudunk készíteni. És akkor őre is fogunk tenni kenyérkét. És egy pár nap után érdemes ugye egy vagy két nap után levenni róla kenyeret, ugyanúgy, mint ahogy az uborkánál. Csak egy fedőt fogunk rátenni, majd egy ilyen kis tányért, hogy ne menjenek bele bogarak, de nem szabad lezárni légmentesen. Tehát arra mindig figyelnünk kell. Ráöntjük a levet, és készen is vagyunk. Igen, ez az 1 liter lében feloldott egyevőkanál só. Szépen felöntjük vele. Ki van hűtve, nagyon fontos, hogy a felforralt vizet kihűtsük, és úgy öntsük rá a savanyúságunkra. Költözhet ki a napocskára, és egy-két nap múlva kenyeret le, aztán leszűrjük, és felhasználjuk a recept szerint. És jó étvágyat kívánunk hozzá! Köszönjük, Orsi, hogy ezt megosztottad velünk. Kedves nézőink, önök is láthatják, hogy a kovászolás egyáltalán nem ördöngös folyamat. Próbálják ki önök is!